Sziasztok! Most a munkaváltáshoz szeretnék mutatni egy remek kirakást, ami segíthet, hogyha el vagy akadva, hogy merre lépj tovább. Ez egy iránymutatás lesz, megmutatja két választási lehetőséget. És ehhez most az apokalipszis taró kártyát vettem elő, mert szeretnék megmutatni egy példát is ezen keresztül. Ugye, amikor munkát váltasz, akkor általában az szokott lenni a legnagyobb probléma, hogy időszerű-e a váltás. Ezt ugye többféle módon meg lehet nézni. Igazából én általában a döntésvetést szoktam javasolni, de hát ugye döntésvetést biztos találtál már a weboldalon, illetve itt a YouTube csatornán is, úgyhogy most egy másik kirakást szeretnék megmutatni neked. Méghozzá ezt az iránymutatást, amikor megnézzük, hogyha váltasz most, akkor mi várható, és azt is megnézzük, hogyha most még nem váltasz, akkor mi várható itt a közeljövőben, tehát ez egy ilyen 1-3 hónapos időszakot ölel fel. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor ennyire felgyorsult minden, akkor talán ennyi idő az most elég rövid távra. A kirakás az úgy néz ki, hogy 6 lapot fogunk húzni, illetve lesz egy 7., ami megmutatja a jelen állapotodat. Ez tulajdonképpen azért fontos, mert az, hogy mi van benne tudatalatt a jelenben, az megmutatja már azt is, hogy kész vagy egyáltalán a változásra. Én azt tapasztaltam, hiszen már 22 éve foglalkozok stresszoldással, hogy nagyon-nagyon sokszor a változásra nem vagyunk kész tudatalatt, bármennyire is máshogy van ez tudatos szinten, és azért is szoktam megnézni először taró kártyával azoknak, akik hozzám fordulnak, hogy hogyan állnak ehhez, mármint a változáshoz, hogy lássuk, hogy milyen blokk van egyáltalán, hiszen ha benned van egy tudatalatti blokk, akkor eleve nem úgy fogod észrevenni a lehetőségeket. Úgyhogy a 7. kártya, illetve hát tulajdonképpen ez egy ilyen plusz kártya, az ezt fogja megmutatni. Ami érdekesség egyébként ennek az apokalipszis tarónak, az az, hogy 79 lapos, van egy ilyen plusz ajándék kártyalap, hát majd meglátjuk, hogy ki jön-e. Egyébként eléggé izgalmas, nagyon zsúfolt, de szerintem nagyon szép kártyalapjai vannak, eléggé kifejezők is, úgyhogy én azt gondolom, hogy változáshoz, hát mi lehetne más, mint egy apokalipszis taró. Na, hogy néz ki ez a 7 lap? Tehát az első lap meg fogja mutatni a jelen hozzáállásod a munkaváltáshoz, és utána megnézzünk 3 lapot, hogyha itt maradsz, hogy mi várható, és 3 lapot, hogy mi lesz, ha most váltasz, jó? Tehát így fog kinézni a 7 lap, és akkor nézzük egy példán keresztül, tehát legyen ez a jelen, majd mindjárt föl is fordítom, és akkor nézzük, hogyha maradsz, akkor mi várható? És mi várható, hogyha most változtatsz? Na, ez a plusz lap, ez az első, ez a botokásza. Hát mit gondolsz, egy botokásza mennyire van felkészülve a változásra? Tudjuk, hogy tűzenergia, tudjuk, hogy az egyes lapok elindulást jelképeznek, plusz még ugye itt látod, hogy szinte fölrobban a föld, és egy bot jön ki belőle, ugye? Szinte megszületik. Tehát mondhatjuk azt, hogy kérdezőként itt nagyon is kész vagy arra, hogy változtass, és kilépj abból a kötött, korlátozott helyzetből, amiben vagy most. Ugye itt a korlátozottság az olyan, mint egy gödör lenne, látod? Sötét is van, tehát ez mutatja, hogy egy nagyon korlátozott, nehéz helyzetben vagy, de kész vagy arra, hogy változtass. Az alsó sor, ugye, hogyha itt maradsz, akkor ez várható, és a felső, hogyha most változ, akkor ez várható. Hát összességében egyébként nem annyira rossz lap az alsó sem, de nézzük meg, itt azért össze is kell olvasni természetesen a 3-3 lapot. Nézzük a bothetást, tehát hogyha maradsz, akkor itt látod, támadások érnek, ugye itt a főszereplőnk, és folyamatosan ugye védenie kell magát ettől a külső fenyegetettségtől, ugye itt a villámok is mutatják, hogy ez egy borzasztó nehéz helyzet, tehát ha itt maradsz, akkor folyamatos küzdelemre számíthatsz, és bizony egyre inkább rosszul fogod érezni magadat. Tehát ez egy olyan állapot, amikor például nagyon sok munkát raknak rád,
túl sok elvárás van, vagy nagyon sok olyan támadás ér a kollégáktól, ami egy kicsit ellenségesebb légkört hoz. Tehát a lényeg, hogy egyre rosszabbul fogod érezni magad. Tehát ez a közeljövő, és akkor nézzük, ez merre megy. Ugye van a bot király, aki látjátok, egy nagyon-nagyon határozott, ugye ott van a kezében az uralmi jelképek, ugye itt két oldalt, ez ugye egyiptomi szimbólum, de hát az uralkodást, a vezetést, az irányítást jelképezi. Tehát azt mutatja, hogy ha maradsz, és most még nem váltasz, akkor is eljön hamar, közeljövőben tulajdonképpen. Ugye ez egy pár hét, hiszen a bot az heteket jelképez, tehát ez 7 hét maximum. Tehát a második hónap eljön az az időszak, amikor a kezedbe veszed az irányítást, és meg tudod hozni a döntést, és onnantól kezdve ugye tudsz bármilyen irányba változtatni. Itt mondjuk a kej 10-es jön ki, tehát hogy még nem a változás lapja jött ki, csak az, hogy az ember itt a bot királynál kitalálja, hogy merre akar menni, magabiztosabb döntéseket hoz, és ugye a kej 10-es az pedig egy érzelmi támogatást jelent, hiszen itt látod a képen, hogy a család ugye örül, egymás mellett van, tehát egy ilyen támogató energia van. Tehát, hogyha eldöntöd, hogy váltasz, akkor kapsz segítséget a szeretteidtől. Jó? Tehát még nem látjuk magát a változást, de látjuk, hogy a folyamat mindenképpen a változás felé visz. Na nézzük, hogyha most váltasz, akkor mi várható, hogy látjuk itt a kard királynőt, aki egy nagyon határozott hölgy, ugye itt látjuk is a kardot a kezébe, ami a döntés képességére utal, és nagyon izgalmas ez a szimbólum, nézd csak meg, hogy itt van ez a roka, ugye mintha újra szőni az életvonalát, itt a pókháló, szimbolikusan ez az életvonal, tehát hogy újra tudná változtatni az életét, tehát egy másik irányba tudja váltani. Tehát tulajdonképpen ő is egy ilyen teremtő energia, még ha szellemi szinten is, hiszen ne felejtsük el, hogy a kard királynő azért ez egy szellemi út, hiszen a kard az a szellemi gondolati szint. Tehát itt egyrészt döntést kell hozni, másrészt pedig ugye el kell indulni, vagy hát végig kell gondolni, hogy milyen irányba akarsz elindulni. Tehát itt még ugye nem a tette ki a főszerep, tehát bármennyire is, ha úgy döntesz, hogy most váltasz, látod, itt még nincsen cselekvő lap, még itt sem, hanem még csak a döntés, és kitalálom, hogy mit akarok. Utána, ugye ez az érme hercegnő, az ugyanaz, mint az apró, de hagyományos lapokon. Gyönyörű ábrázolás, nézd csak meg, hogy terhes a hölgy, a főszereplő, és hát a virágok is mutatják, hogy nagyon szépen alakul, érik a helyzet. Tehát a döntés után nagyon sok új lehetőség jön, nagyon sok minden beérik benned, és lassan növekedésnek indulnak a dolgok, tehát hogy gyors változásra nem tudsz számítani, bármennyire is most akarnál váltani, de érdemes egy icipicit várni, hogy jöjjön valami új, és itt az érme 3-as mutatja, hogy így ezt szedi föl a kútból, látod, így húzza föl az érméket, hogy nagyon sok minden meg tud születni, amit elindult. Tehát ez azt jelenti, hogy még mindig nem változáslapot látunk, látod, egyik sorban sem, hanem az, hogy valami beérik ezen a munkahelyen, illetve, hogy olyan anyagi háttered lesz, ami már segít abban, hogy váltani tudjál, de egy nehézség biztos így megszűnik, hiszen itt ugye a kútból feljön ez a nagy táskaszerű dolog, tehát a mélyből nagyon sok minden felszínre kerül, és egy csomó értéked lesz, ugye itt azért az önbizalma is az embernek erősödik. Ugye az érme 3-asnál ugye persze van erőfeszítés, hiszen itt is látod, hogy a főszereplő valóban fizikai munkát végez, tehát kell belerakni munkát ebbe a helyzetben, de az is látszik, hogy ennek eredménye van. Tehát változást most még ez alapján nem látok, de az látszik, hogy nagyon sok olyan lehetőség indul el, ami lassan, de biztosan pozitív változást hoz, hiszen mindegyik lap pozitív változás, látod? Tehát, hogy igazából nincs jelentősége, hogy most azonnal indulsz-e vagy nem, mert itt ugye mondjuk egy hónapot kell várnod, de itt is várnod kell egy picit, tehát én azt mondanám, hogy inkább a nyár második felében lesz érdemes ezt újra átgondolni.
Jó, tehát ez egy olyan iránymutató kirakás, ami segíthet abban, hogy egyáltalán mi várható a jövőben, és hogy tényleg érdemes-e most azonnal váltanod. Most nyilván persze egy bot egy, amikor az ember tele van türelmetlen feszültséggel, akkor itt bármerre is mész, van egy ilyen lassító energia. Itt ugye az, hogy visszavert a támadásokat, hogy tartsd magad, itt pedig az, hogy újra gondold azt, hogy mit is szeretnél. Jó, tehát, hogy most ez egy picit nehezebb, hiszen az ember már tele van feszültséggel, már úgy érzi, hogy elege van, és ezt most érdemes egy icipicit még önuralommal kívánni, amíg álljon a megfelelő időd. Látod, hogy itt ugye ez a második hónap, akár maradsz, akár mész, itt érnek be a dolgok. Jó, tehát ugye ez a kirakás szerintem remekül használható. Természetesen bármilyen más témára is használható, nem csak a munkára. Mindig ugyanez a kirakás menete. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, oszd meg, illetve érdemes feliratkozni a csatornára, arra figyelj oda, hogy amikor bejelölsz, akkor a kis csengőt is meg kell nyomni. De megtalálsz egyébként a Facebookon és az Instagramon is Tarósuk Togo néven. Szia!